Február 3-a és 5-e között került sor az Országos Diákparlament megrendezésére Székesfehérváron. Ennek az Országos Diákparlamentnek a záró eseménye a diákok által elfogadott 50 pontos szakmai ajánlásnak az elfogadásával történt. Ezen 50 pontos ajánlás számos szakmai és természetesen leginkább a diákokat érintő javaslatot fogalmaz meg. Úgy gondoltuk, hogy fontos, hogy a köznevelési kerekasztal, aki az elmúlt egy évben kiemelt szerepet játszott a magyar köznevelés ügyeinek egyeztetésében, tárgyalásaiban, megismerje ezeket a pontokat. Ezeknek a pontoknak az ismertetése ma megtörtént. A közömsi kerekasztal tagjai egy-egy ponthoz véleményt, javaslatot fogalmaztak meg. Március hónapban a minisztérium összehívja majd az Országos Diáktanácsot. Az Országos Diáktanács tagjait az Országos Diákparlament delegálja, és az Országos Diáktanáccsal együttműködve, közreműködve majd, és természetesen a köznevelési kerekasztal javaslatait is figyelembe véve kerül majd sor ennek az 50 pontnak a feldolgozására. Az elmúlt hónapokban nagy lendületet kapott a EFOP pályázatoknak a kiírása, a megjelentetése és a szerződés kötés, illetve a kifizetések is már a tavalyi év végén jelentősen előre haladtak, úgyhogy ideje volt, hogy a köznevelési kerekasztal is foglalkozzon ezeknek a fejlesztéseknek a tematikájával. 16 konstrukciót vizsgáltunk meg a mai megbeszélések során. Ebből mintegy 180 milliárd forint uniós fejlesztési forrás az, ami az állami intézményrendszert célozza, és 2020-ig fordítódik ennek a fejlesztésére. Ezen belül 111 milliárd forint az, ami infrastruktúrális fejlesztéseket céloz. A négyes prioritásról beszélünk, aminek célja valóban olyan infrastruktúrális feltételeknek a megteremtése, ami hát az egész köznevelési rendszer minőségének a fejlesztéséhez nagyban hozzájárulhat. 50 milliárd forintnyi az a nagyságrend, ami az iskolák informatikai fejlesztését, digitális kompetencia fejlesztését szolgálja majd, ugye a modern kor kihívásainak megfelelően és összhangban természetesen a kormány által elfogadott digitális oktatási stratégiával. A kerekasztal tagjai azt gondolom, hogy nagy érdeklődéssel követték az EFOP, egyes EFOP konstrukciókra vonatkozó áttekintés, tájékoztatás, hogy melyik hogyan áll, hogyan halad. Azt gondolom, hogy a későbbiekben is vissza fogunk térni majd a projektek végrehajtása során ezeknek az átbeszélésére.